Szevasztok, Peti vagyok és a Avagroup média csatornát nézitek. Sajnos ezen a hétvégén itt ragadtam Hamburgban az Ibis Hotelben. Úgyhogy egy olyan videót tudok csak nektek csinálni, amiben nem nagyon kell vagdosni, hisz csak a tablet van nálam, és az utóbbi videók óta tudjuk, hogy a tablet az adó nem mindig csinálja azt, amit én akarok. Úgyhogy sokakat érdekel, hogy miért hívják Ava Group médiának ezt a csatornát. A mai részben kicsit elbeszélgetünk arról, hogy hogy is alakult ki a csatorna neve, milyen fogadás révén lett ez az egész Ava dolog. Úgyhogy akit érdekel, az maradjon velünk, és vágjunk bele! Tehát először is kezdjünk egy kis sztorizással, hogy is jött az ötlet, hogy nekünk kell bármilyen név. Um, Annó 2009 és 2010 környékén dolgoztam egy cégben főállásként, megölt minket az unalom, illetve volt néhány kollégám, egészen pontosan egy informatikus srác, egy designer lány és egy fotós srác akik mind arról panaszkodtak, hogy annyi fusi van, hogy az lehetetlen, de mindenki számlát akar kérni, úgyhogy kéne találni egy céget, aki tud számlát adni ezekről a szolgáltatásokról. Kicsit utána jártam a dolgoknak, és hát akkoriban nagyon-nagyon olcsó volt, tehát ilyen havi 20 ezer forint volt egy KFT-t alapítani, vagy hát fenntartani, és ezért azt arra csaptam, és azt mondtam, hogy rendben van, akkor csinálunk egy céget, egy KFT-t, aminek az égisze alatt ezek a kollégák, tehát a dizájnellány, a fotós, meg az informatikus, majd fog tudni számlát adni azokról a szolgáltatásokról, amit csinálnak. Illetve én akkor ö, kezdtem bele ebbe a vitorlás-csárteresztetésbe, és én úgy gondoltam, hogy én meg majd viszem a vitorlás-csárteres részét a cégnek. Ö, majd összeültünk az informatikus sráccal, hogy hát a cégnek kell honlap, kell egy név, egyebek mi legyen. És sokáig húzódott meg, hát ő nem tudja, meg, meg nem tudja. Én meg elkezdtem, ugye fogtam egy rakat könyvet, végigolvastam marketing könyveket és egyebeket, hogy mi a jó cégnév. És a jó cégnévnek az ismérve az volt, hogy lehetőleg kezdődjön A betűvel, legyen minél rövidebb, és legyen szimmetrikus. Hát ilyen domént találni elég nehéz. Gyakorlatilag az informatikus Kár srácki is jelentette, hogy lehetetlen olyan domén találni, ami A betűvel kezdődik, nagyon-nagyon rövid és szimmetrikus. Fölmentem az internet szolgáltatók tanácsa honlapra, ahol meg lehetett nézni, hogy melyek azok a domének, amik hamarosan le fognak járni, és 2010. január valahanyadikán járt le az AVA, tehát AVA nevű .hu domain, ami előtte egy ilyen ingatlan forgalmazó cégé volt, és mondtam, hogy kiváló, meg kell szerezni, kell az AVA.hu domain. Nem akartam a véletlenül bizni a témát, tehát beszéltem az informatikus srácsal, hogy mit lehet csinálni, hát ő megint azt mondta, hogy ilyen domént, hogy ava.hu lehetetlen, biztos, hogy az előző tulaj meg fogja hosszabbítani a doménszerződést és, és képtelenség. Jó, hát nekem olyat aztán nem mondja, hogy képtelenség, mert ez a szó az én szótáramban nincsen benne. Úgyhogy írtam az ennek az ingetlen szolgáltatók tanácsának, ahol kapcsolatot tudtam lépni nagyon rendes kis sráccal, és mondta, hogy hát nekik van igazából egy ilyen robotuk, amit kisebb összegér, tehát ilyen pár ezer forintért, ők beállítják ennek a robotnak, és éjfélkor így nyomogatja, mint a hülye, hogy ennyi, 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 és ha minden jól megy, akkor miénk lesz a domény. De még ez se volt elég, és voltam annyira balek, hogy fölhívtam a domény tulajdonosát, hogy hát... Ö, ö, én megvásárolom tőle több pénzért, mint amennyibe a domain regisztráció kerül ezt a doményt, hogyha ő hajlandó eladni, és nem kell neki. A csávó rendesen agresszívan kioktatott, hogy hogy képzelem én, hogy az ő doményjére pályázok, és neki ez kell, és szó se lehet róla, hogy, hogy én ezt a doményt tőle megvásárolhassam. Jó, hát ennyibe volt, már-már már feladtuk, de majdnem, hogy meg is feledkeztem róla, ugye ez ilyen november magasságában volt, hogy közben az internet szolgáltató tanácsánál ez az pénz, ez, az, ez a megállapodás, hogy a domén az enyém lesz, ez ketyeg. És január valahanyadikán jött az e-mail, hogy kedves mit Péter, a domén mostantól a magáé. Passzus. Pedig még föl is hívtuk a figyelmét, hogy le fog járni a domény, de ugye az előző tulajdonos nem csinált semmit, nem hosszabbította meg a szolgáltatást vagy a szerződését, úgyhogy így milyen lett a domény. Igen ám, de két nappal később jött egy telefonhívás is, hogy az odáig szép és jó, hogy enyém lesz a domény, viszont az, hogy AVA, ez egy jogvédett márkanév. Nem mondom, ki a fenem véd le ilyen szót, hogy AVA kis kutakodás után kiderült, hogy több száz cég mindenféle kémiai eljárásra, termékre, cégnévre levédte az ava szód. És azért, hogy ilyen védett szó lehessen a doméned, tök hogy melyiktől, bármelyiktől, de kell egy írás, hogy ő hozzájárul, hogy, hogy a te doméned lehessen az ava.hu. És kutakodtam, kutakodtam, találtam egy amerikai almatermesztő farmot, aki valamilyen speciális alma, hogy ez most oltás, vagy csomagolás, vagy valami, valami technológiára levédte magának az AVA nevet, és írtam nekik e-mailt, hogy én, én vagyok, mi informatikával fogunk foglalkozni többek között, és szeretnénk ezt az ava.hu honlapot, de tök őszintén, leírtam a témát, hogy mi legyen. Erre egy három órán belül jött az e-mail, pontosabban nem nekem, hanem az ő ügyvédjének írt, hogy legyen szívesen ennek a srácnak kiállítani egy papírt, hogy enyém lehet az Ava Domain. Mondjuk arra kellett várni pár napot, de megjött a papír, beadtuk, miénk az Ava.hu Domain. Így lett az Ava, a, az Ava, de még mindig a kérdés az, hogy mitől csoport. Ugye beszéltünk arról, hogy itt a csatornánál ennek egy több jelentése van, szeretnék egy ilyen csoportot rétehozni, amiben több youtuber van, és segítjük egymást, ami alapvetően működik is. Viszont akkoriban youtubozásról még szó se volt, tehát 2010-et írunk, hanem az volt az ötlet, hogy majd ezek a, a fotós, a designer lány, az informatikus srác, meg én a hajózással annyira kinőjük magunkat, hogy cégcsoportá válunk, és akkor az tök jó, hogy Ava Group Hungary Kft. ez volt a cég neve, Öm, és akkor mi, minden lesz, tehát Ava Sailing, Ava IT, Ava Photography, mit tudom én. Na, a sztorihoz hozzá tartozik az, hogy így született a név, természetesen ebből az elfog, elképzelésből nagyon kevés lett, tehát ahogy megszületett a cég, és számlaképesekké váltunk, ezt körülbelül két hét alatt áttoltunk mindent. Tehát februárban már ott tartottunk, hogy a, hogy a CIP banknál már ilyen kártyás fizetés, lehetőséget, tehát POS terminál papírok ben voltak, hogy lehessen nálunk kártyával fizetni mindenféle szolgáltatásért eltűnt a designer lány, annyit megcsinált, hogy megcsinálta a régi logunkat, és, és, kilépett, tehát semmit nem csinált, eltűnt a fotósrác, maradtam én meg az it is, akkor én ugye elkezdtem csárterezni a hajókat, meg vittem, csináltam a vitorlásoktatásokat, meg vittem embereket vitorlázni az Adriára, és mindez persze főállás mellett, az informatikus srác, meg így semmi. És akkor egy idő után szóltam neki, hogy figyelj, most minek csináltuk, mert azon kívül, hogy én hajózok, senki nem csinál semmit. Em, és akkor mondja, hogy hát ő úgy gondolta, hogy mivel én vagyok az ügyvezető igazgató, mondjuk ő meg társadalmi volt, hogy akkor az az én dolgom lesz, hogy majd munkát szerzek. Mondom, semmi gond, akkor szerzek munkát. És szereztem is ilyen honlapkészítés, animációkészítés munkákat, amit nem tudom, ha hazudjak neked, 5-6 meló volt, hogy le voltunk szerződve, tehát rendesen szerződéssel, előleggel, mindennel, csak akkor mondom, hogy hogy állunk. Hát neki nincs ideje. Akkor akkor most mi lesz, mert hát a határidő megketyek. Tehát szerződés kötöttünk arra, hogy, hogy ezek a munkák elkészülnek. Szerencsémre volt annyi affinitásom az informatikához már akkor is, hogy végül is én csináltam meg ezeket a honlapokat, elejétől a végéig, ki is lettek fizetve, és akkor így ez a informatikus rész elapadt. Majd, ha bárkit is érdekel, hogy mi lett a cég sorsa, ez ment három évig, hogy hozta a munkát, megcsináltam, tök jó volt. Majd 2012-ben csatlakozott hozzám tehát ez az informatikus srác is, is, szépen lekopott, csatlakozott hozzám egy másik informatikus srác, ami Don Mortisunk, akivel nagyon jól ment az együttműködés. Tehát meg voltunk hogy én hozom a melőt, ő csinálja a honlapokat, meg az animációkat, gyakorlatilag tökéletesen működött, semmi gond nem volt, aztán jött ez a német munkalehetőség, és én úgy döntöttem, hogy szóltam a, a Dom Mortisnak, hogy a céget bezárjuk, mert én megyek Németországba, ennyi lovat meg egyszerre nem tudok megülni, és akkor ő mondta, hogy hát akkor ne zárjuk be a céget, ha már ennyit investáltunk bele, megveszi. És így is lett a Dom Mortis, megvette a céget, és onnantól az Ava Group Hungary Kft. az a Dom Mortis tulajdona lett a Domainnal együtt, Um, igazából ennyi a történet. Ha tetszett ez az epizód, nyomjátok meg a Like gombot, osszátok meg ismerősétekkel ezt a videót, és iratkozzatok fel a csatornára. Szervusztak!